délutánra újabb tüntetés szervez a Momentum a CEU-ért. Céljuk, hogy a kormány aláírja december elejéig azt a megállapodást, amely nem lehetetleníteni el az intézmény budapesti működését. Hajnal Miklós már a stúdióban, pillanatokon belül kezdünk, előtte jön egy rövid összefoglaló. Ismét utcára hívja az embereket a Momentum, hogy együtt mutassák meg, kiállnak a CEU mellett, és nem hagyják, hogy idézem, a kormány elüldözze az országból az egyetemet. A párt nem először áll ki, legutóbb október végén emelték fel hangjukat. Akkor Fekete Győr András azt mondta, ma újra demonstrálnak a CEU elköltözése miatt, amelyet a kormány felelősségének tulajdonítanak. A Momentum által szervezett tüntetésen Szél Bernadett is felszólal, aki pár hete viharos körülmények között távozott az LMP éléről. A CEU rektora október végén azt közölte, amennyiben december 1-jéig nem írja alá magyar kabinet a már korábban elkészült megállapodást, a CEU megkezdi a Bécsbe költözését. Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője már a stúdióban, és már bele is kezdett abba, hogy ma délután kik lesznek a felszólalók, úgyhogy akkor kérem, még egyszer fussunk neki a mondatnak, tehát CEU-s hallgató felszólal. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Igen. Hát a legutóbbi tüntetéshez hasonlóan most is arra helyeztük a hangsúlyt, hogy igazából ez egy tágabb kérdéskör, mint sem csak a CEU sorsa, és van CEU-s felszólalónk is, egy joghallgató, de emellett felszólal például a Momentum ifjúsági szervezetének az egyik elnökségi tagja is, aki mellette a Független Diák Parlament egyik képviselő. Hány emberre számítanak ma délután? Körülbelül 2000-2500 emberrel már abszolút elégedettek lennénk. 2000-2500 ember mit tud elérni? Mert hát azért ön is ismeri azt a szlogent, hogy tüntetgetnek, aztán megunják, fáznak, hazamennek, aztán vége. Tehát, hogyha ez kétszer, háromszor, négyszer, ötször megismétlődik, attól mi lesz azon kívül, hogy néhány hírcsatorna beszámol róla, hogy ismét tüntetett. Ismét újra, ma is, holnap is tüntet a Momentum. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés. Vannak olyan tüntetések, amelyek tényleg kudarcba fulladnak, és vannak olyan tüntetések, amelyek sikerrel járnak. Tehát egy pillanatra álljunk meg, mi az, hogy kudarcba fullad a tüntetés, amikor 30-an mennek el, vagy amikor semmiféle politikai célt nem ér el vele az, aki tüntet? Szerintem, amikor nem mennek el, az a kudarc. Az, amikor már elegen elmennek, megmozdulnak, az abból a szempontból siker, hogy egyrészt látszik az, hogy van, akit érdekel az ügy, másrészt akiket érdekel az ügy, azok azt látják, hogy bizonyos szempontból otthonra találnak, van egy közösség, akikhez tartoznak, mert jelenleg az a baj, hogy mindenki csak a saját kis baráti közösségében tud legfeljebb közügyekről beszélgetni. Abban azt látjuk, hogy egyre inkább eltávolodunk egymástól. Ugye vannak ezek a különböző buborékok, amikről szoktunk beszélni, hogy nem is látjuk, hogy igazából hol vannak a fideszes választók, a fideszesek nem látják, hol vannak az ellenzéki választók. Jó lenne, ha megismernénk egymást. Én bízom benne egyébként, hogy akár fideszesek is jöjjenek el nyugodtan a ma esti tüntetésre, hogyha egyetértnek ezzel az ügyel. De nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy azok után, amit a kormány művelt, leginkább ellenzéki választók lesznek. Rendben van, de most ezt a kérdőjelet feltette, illetve azt mondta, hogy ha a fideszesek is jöjjenek el, hát most ebben mire számít, ne haragudjon? Hogy fideszesek megrohanják az önök tüntetését, ami, és még többen lesznek? Ami biztos az, hogy a jobboldali értelmiséget elveszítette a Fidesz. Az, amit az elmúlt években műveltek, és ez már tényleg nem csak a CEU-ról szól, hanem akár a Magyar Tudományos Akadémiával, akár az EET-vel, akár a Corvinusszal, és még rengeteg másik, és egyébként már nem is csak a felsőoktatás, hanem általánosságban az oktatási rendszerrel, az azért látszik, hogy a jobboldali értelmiséget is komolyan bántotta. Én azt gondolom, hogy vannak olyan alapértékek, amelyeket hívhatunk európai alapértékeknek, ha úgy tetszik, amiket nem szokás sérteni, ilyen például a tanszabadság, ebbe gyakorlatilag most belegázol a kormány. Most azt mondta, hogy a jobboldali értelmiséget elvesztette a Fidesz, amennyiben jól értettem. Ehhez képest a hétvégén volt a 16. kerületben egy választás, ahol a Fidesz-KDNP jelöltje jóval magasabb számban verte az önök jelöltjét, mind amennyire nyert 2014-ben. Mondom a számot, 57% a 36%-hoz képest, hatalmas széles olló. Ez egy nagy különbség, igen. Amennyire én jól emlékszem, előtte azért volt ott egy 31%-os ellenzéki eredmény is. A legjobb ellenzéki jelölt korábban 31%-ot ért el. De a második hely pontosan annyit ér, mint a 48. ebben az esetben. Ez így igaz. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy én nagyon örültem, hogy a 16. kerületben sok ellenzéki párt beállt mögénk. Azt hiszem a Jobbik csak hallgatólagosan, mert nem indítottak jelöltek, de egyébként az összes többi ellenzéki párt támogatta a Momentumos jelöltet, és ennek köszönhetően igazából 5%-kal jobb eredményt értünk el, mint akkor,
a legjobb ellenzék jelölt, aki 31%-ot. Szóval én azt gondolom, hogy vannak itt még tartalékok, nyilvánvalóan nem vagyunk elégedettek azzal, hogy a Fidesz győzött. A Fidesz mindent megtett azért a győzelemért, nem csak egy munkáspárti jelölt indult, hanem indult egy ilyen álcivil jelölt is, aki egyébként az önkormányzatnak az egyik alkalmazottja. Tehát ez nem volt egy tisztességes kampány, nem is számítottunk arra, hogy tisztességes lesz. Az látszik, hogy terepmunkával van esélyünk fejlődést elérni. Én magam is ott voltam Rákosszentmihályon, és végig hopogtattam az utcákat, ezt csinálták rengetegen a tagjaink közül is. Említette a tartalékokat. Még egyszer megkérdezem, ön egy magas fiatalember, nem tudom, hogy kosarazott-e valaha az életében. Pontosan tudja, hogy az egy pontos vereség, meg a 42 pontos vereség a bajnoki mérkőzésen az nagyjából ugyanaz. Hogyha azt mondjuk, hogy tartalék, akkor én most akkor ne az ellenzéki számokat nézem, hanem a Fidesz számát nézem, 57%. Az 57% markánsan több, mint a fele. Tehát magyarul nem, hogy a tartalékba kéne rágyúrni, hanem még valahonnan lecsípni a Fidesz-KDNP szavazói bázisából is. Ez így igaz. Ezen vagyunk. A 10. kerületben... De ez nem tartalék, innentől fogva ez átsábítás, innentől fogva jobb politika, vagy nem tudom, valaminek hát még történnie kell. Azért a részvétel itt sem volt annyira magas, tehát 30% körül részvétel. Ha valaki veszít egy választáson, akkor mindig a részvétel legalább a második mondat, ami kijön, hogy igen, de lejtett a pálya, a sajtó odahúzott, egyébként pedig nem voltak sokan. Hogyha annyira elégedetlenek, hogyha ön szavait idézem, annyira elvesztette ezt a bizonyos, mondjuk jobboldali értelmiséget a Fidesz, akkor az emberek csőstől oda mennek az urnákhoz, és akármi van, leszavazzák a Fidesz-KDNP jelöltjét. Nem egyébként ez történt? Én azt gondolom, hogy végsősorban nem feltétlenül érezték a tétet. Akár ezen az időközi választáson, akár a korábbi önkormányzat időközi választáson. A választó bölcs, ezt önök is elmondták. Valószínűleg azért, mivel ezekben az önkormányzatokban, ezek teljesen fideszes önkormányzatok. Az utóbbi választásokon az összes egyéni helyen, ha jól emlékszem, mind a 16. kerületben, mind a 10. kerületben fideszes jelölt győzött. Ekkor, ilyenkor nyilvánvalóan nem az van, hogy a mérleg nyelve lenne plusz egy ellenzéki képviselő, és ezért lehet, hogy még az ellenzéki választók sem érezték, hogy akkora tétje lenne a dolgok. Tehát ez közbejátszik. Nézzünk plakátokat, ilyen plakátos napokat tartanak. Most a Népszava címoldala van nálam, ahol egyrészt Nikola Gruevszkinek a keresett bűnöző fotóját, vagy mutatom is a Népszavának a címlapját, kiplakátolták. A másik plakát pedig az, hogy Orbán Viktort ábrázoló, nem éppen jó színben feltüntető Géfer Hofstadti plakátot Magyarországra hozzák, és ahogy önök fogalmaztak, korrupt gerinctelen emberré vált az idős Orbán Viktor. Az első plakátot nagyjából annyiban értem, hogy erről szól a közélet, most a második plakátot miért érezték fontosnak, hogy az európai liberális politikusnak a plakátja Magyarországon egyébként éppen Orbán Viktor háza előtt megjelenjen? Hát Orbán Viktor háza az igazából csak a kiindulási pont. Az a jó hírem van, hogy gyakorlatilag ez a plakát, ez egy turnéra indul az országban. Egy 10-12 településen fogunk járni a következő 2-3 napban. A ma esti CEUS tüntetésen is egyébként ott leszünk ezzel ez a plakát kamionnak. Ez egy, furgon, darab? Aminek a végére rá van erősítve ez az óriás plakát. Egy darab készült ebből a dolgot? Egy darab kocsi jár erre-arra. Uh-huh, uh-huh. Igen, és hol fog még, jó, a mai tüntetést értem, merre fog menni ez a kocsi? Azt hiszem Egerben kezdünk, és aztán megyünk gyakorlatilag kelet felé, végig megyünk több nagy településen, azt hiszem Miskolcon is járunk, aztán megyünk dél felé, tudom, a Szeged, Pécs, ilyesmi, és aztán végül nyugat felé. Pont a Pécs mögött mondta azt, hogy ilyesmi, ajjajjaj. Milyen rendezvényeken jelennek meg ezek a... Tehát rendezvényeken jelennek minden, meg? Minden. Vagy időnként megjelennek mondjuk Pécset a Széchenyi téren, vagy a Dom téren Szegeden, és ott áll a kocsi néhány percig. Mindenhol az európai ügyészségért való aláírásokat gyűjtjük, ezek különböző pultozások, kitelepülések lesznek, és akkor odaállunk mellé az autóval is, hogy felhívjuk a figyelmet. Most szó szerint odaálltak az autó mellé, meg odaálltak, akkor ezek szerint G. Verhofstadt mellé is, mert hogy európai liberálisok lesznek a jövőben. Ez egyfajta értékvállalás, és ez volt mondjuk a kiindulási pont, hogy ő sem nagyon szereti a mi miniszterelnökünket, önök sem nagyon szeretik a miniszterelnökünket, tehát gyakorlatilag összehozta önöket Orbán Viktor? Hát ez a pártcsalád ugye Európa harmadik legnagyobb pártcsaládja, és a hivatalos neve az a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért. Én azt gondolom, hogy itt ez egy széles spektrum, hogy milyen pártok fordulnak meg ebben a pártcsaládban, de az elmúlt egy-másfél év tapasztalatai alapján nekünk itt van a legtöbb szövetségesünk, és egyébként Orbán Viktornak itt van a legtöbb ellensége. Tehát Giefer Hofstadt mellett én tudnám még említeni mondjuk már
Mark Rutte holland kormányfőt, vagy Emmanuel Macront, ugye az ő pártja még nem tagja ennek a pártcsaládnak, viszont szoros szövetségben vannak ők is. Guy Verhofstadttal önök egyébként egyeztetnek folyamatosan? Tehát Guy Verhofstadt megkeresi önöket? Ő ötlete volt, hogy jöjjön a plakát Magyarországra? Múlt héten például találkoztunk az Aldi-nak a kongresszusán, ahol ellenszavazat nélkül vették fel a Momentumot, és ott merült fel ez a kérdés, hogy mi igazából kölcsönkérnénk tőle ezt a kamiont. Önök dobták fel az ötletet? Mi dobtuk fel az ötletet. És ő azt mondta, hogy persze, nyugodtan? Igen, megnéztük, hogy ennek van-e bármilyen technikai akadálya, hogy lehet-e egy ilyen kis busz Magyarországra hozni, milyen jogosítvány kell hozzá, Fekete Győr András vezetheti a kamiont, és miután kiderült, hogy igen, akkor mondtuk, hogy hát készülnek pótplakáttal, tudja, a választások idején át szoktak festeni plakátokat, meg bajszot szoktak ragasztani, meg leszoktak tépkedni emberekről, különböző ilyen matricás dolgokkal telematricázzák, felírnak valami nagyobb feliratot, tehát van több plakát, hogyha megrongálják? Hát ott lesznek a tagjaink és aktivistáink folyamatosan a kamion közelében, én bízom benne, hogy több pozitív reakciót fog kiváltani, mint negatívat, de hogyha esetleg rongálásra kerülne sor, akkor arra is fel vagyunk készülve. 2-2500 emberre számítanak ma este, ez azt jelenti, hogy mondjuk 1000-nél már nem lenne elégedett, vagy elégedetlen lenne, ugye? Én az 1000-nek is örülnék, az azt gondolom, hogy ez már egy méretes tömeg, a 2000-2500-nak még inkább, szóval mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön ma este fél hétre az egyetem térre. Mikor lesz ebből politikai előny? Tehát mikor lesz az, amikor nem csak oda mennek, beszél a joghallgató, beszélnek önök, majd hazamennek, hanem úgy gondolja, hogy ennek látható politikai eredménye is lesz? Én nagyon örülnék, hogyha az egyetemi szférának minél több képviselője kiállna emellett az ügy mellett. Például, hogyha rektorok kiállnának az ügy mellett, az látszik, hogy azért nemzetközileg már van egy nyomás a magyar kormányon, én azt gondolom, hogy belföldileg is meg kell teremtenünk ezt a nyomást, mi ezen dolgozunk. Abban egyetért, hogy ez a nemzetközi és hazai nyomás azért túlzottan eddig egyelőre a kormányt nem nagyon hatotta meg, hogy finom legyek? Látszik, hogy ezen volt még eredményes, remélem, hogy december 1-ig eredményes lesz, hanem éppen azért kezdtünk el mozgulni belföldileg, hogy alternatívát keressünk. Na megnézzük, mi lesz ma este. Hajnal Miklósnak köszönöm szépen, hogy itt járt el ma reggel. Köszönöm szépen.